tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Sziasztok, ez itt a Subzsáner, a Sci-fi könyvek podcastja. Első adásunkkal jelentkezünk, meghívott vendégünk pedig a magyar sci-fi kortárs irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Brandon Hackett alias Markovics Botond. Szia! Szia! Én pedig Ivanics Rigel Claudia vagyok. Most tűnt föl, hogy milyen hasonló neveink vannak, te is ilyen szláv felmenőkkel rendelkezel? Igen, azt hiszem, én talán horvát. Horvát származású. Szuper, mondjuk nekem csak a férjem. Hát a mai első adásban, és a legelső szubzsáner epizódban Botondnak a műveiről fogunk beszélgetni, ezen belül is az istengépeiről, az eldobható testekről és a xenóról. És hát általánosságban vesszük górcső alá ezeket a regényeket. Kezdjük is a legelső nagy témával, amit én itt előzetesen már felvetettem Botondnak. Kedves Botond, ugye a mai világban van egy ilyen, hát, szólás, nem is tudom, hogy mondjam, hogy a mai világban már mindent megírtak, ugye lefektették tulajdonképpen a fantasynak is az alapjait, lefektette Tolkien, én nagy fantasy rajongó vagyok, a sci-finek az alapjait is lefektette Asimov, Clarke, Frank Herbert, és sokan mondják azt, hogy ugye mivel már mindent megírtak ezzel, ezért nagyon nehéz valami új ütős témát választani. Először is arra lennék kíváncsi, hogy mennyire értesz ezzel egyet, ezzel a kijelentéssel. Van egy ilyen anekdóta, ami egyébként nem igaz. Valamikor azt hiszem a századfordulón, a 20. század, 19.-20. század fordulóján mondta a állítólag, de mondom utólag kiderült, hogy nem igaz, az amerikai szabadalmi hivatalnak a akkori vezetője, hogy gyakorlatilag már mindent feltaláltak, amit fel lehetett találni. Ezt csak így analógiaként hoztam, hogy mennyire nem igaz ezben, ugye hát azóta gyakorlatilag gyökeresen megváltozott a világ ilyen 100-120 évvel ezelőtt, tehát én ugyanezt gondolom a science fictionre, meg egyébként a fantasyre is, tehát hogy nincs olyan, hogy ne lenne új ötlet, vagy gondolat, vagy bármi. Nyilván egy csomó minden azt táplálkozik ilyen korábbi dolgokból, de ha csak azt nézzük, és most a science fictionre szorítkozva, hogy tehát mennyi új találmány, tudományos, technikai felfedezés történik akár egy évben, vagy egy évtizedben, tehát hogy ezek mind gyakorlatilag inspirálhatják a sci-fi írókat is, és sőt, egyébként meg a science fiction történetek is tudják inspirálni a kutatókat is. Tehát hogy én szerintem biztos, hogy olyan keveset tudunk akár a világról, a univerzumról, a környező, tehát még csak a naprendszerről is, hogy tehát egy bármilyen új apróság be tudja indítani szerintem egy science fiction írónak a fantáziáját. Abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, és nagyon jó volt ez a hasonlat. Én is ismertem, bár ez tényleg csak egy ilyen urbán legenda, egy ilyen városi legenda, de pont, hogy most mondod, ugye, hogy a kutatókat is megihletheti a science fiction. Én amatőr csillagászattal foglalkozom, egy csillagászati egyesületnek vagyok az egyik alapító tagja, a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek, majd ajánlom neked is szeretettel, és ez itt a reklám helye. Na jó. Szóval, és nagyon sokszor el szoktam azon csodálkozni, hogy rengeteg olyan, főleg amatőr csillagász, de még szakcsillagász is van, aki nem szereti a sci-fit, meg nem olvas sci-fit. Meg hogy szerinte a sci-fi az így nem tartozik bele így a csillagászatnak az univerzumába, ami
ami szerintem viszont hát butaság, most nem lehülyézni akarom ezeket az embereket, félreértés nehessék, egyszerűen egy másik véleményen vagyok, hogy igenis, amit mondtál, hogy azért a kutatókat, még ha csak amatőr kutatók is befolyásolhatja egy jó szkifés. Én mindig nagyon furán nézek azokra az emberekre, akik csillagászattal foglalkoznak, de nem olvasnak egyáltalán szkifit, vagy ezt így nem. Ez így engem is meglepett, azt hittem, hogy akit érdekel így a világűr, meg a tényleg így akár a környező bolygók, csillagok, az szereti a science fiction-t is. Ez most így meglepő, hogy van, aki nem. Ugye, én is, amikor belekerültem így az amatőr csillagászat világába, így hát szűk 5, bő 13 évvel ezelőtt, akkor engem is nagyon meglepett, hogy tényleg nem kifejezetten érdekli őket. Pedig valahol ugyanaz a kíváncsiság szerintem, hogy mi lehet odakint, vagy mi még mit lehet felfedezni furcsa. Nem baj. Igen, és ugye pont amit mondtál is, hogy mivel mindig van új felfedezni való, vagy hogyha nem is felfedezni való, de felfedezni való is van, hanem vannak új történések mondjuk a történelemünk során, tehát a jelenkori történelemben, és ugye nagyon sok minden megihlethet egy író, tehát szerintem ezt így általánosságban el lehet mondani, teljesen mindegy, hogy ki milyen témában ír, nagyon sok minden megihlethet egy írót. Na, arra lennék kíváncsi, hogy a téged a téma választásban, tehát amikor egy regényednek megválasztod a témáját, akkor mi az, ami motivál? Nincsen ilyen konkrét szempont, hogy mi motiválna. Igazából találok egy érdekes ötletet vagy gondolatot, ami elkezd így foglalkoztatni, és abból, sőt nem egy ötletből még nem szokott regény lenni, hanem így egymás köré csoportosul több ötlet vagy gondolat, és ezekből épül fel valami, ami elkezd úgy érdekelni, meg inspirálni, hogy aztán úgy döntök, hogy ebből lesz egy regény. Uh-huh. Tehát, értem, tehát akkor inkább ötletszerűen választasz témát. Igen. Uh-huh. És azért tehát ami érdekel, igen. És oda szoktál azért arra figyelni, hogy mi az, ami népszerű? Tehát ugye kicsit etetni, főleg már amikor még nem, mondjuk már nem az első könyvednél, hanem már a következőknél. Tehát oda szoktál arra figyelni, hogy mi az, ami népszerű, vagy abszolút nem érdekel, hogy most mik a népszerű témák. Egyáltalán nem szokott. Tehát nekem az elsődleges, hogy bennem így mondjuk, hogy fogalmazzam, így mondjuk így fellobbanjon valami tűz, ami vagy szikra, hogy ez engem érdekel ez a téma, és az abszolút nem érdekel, hogy ez most népszerű téma, vagy nem népszerű téma, vagy hogy most hány olvasót fog érdekelni. Hát ugye én bízom abban, hogy azért érdekes témákat választok, meg hogy az olvasóim azok követik azokat, amiket én kitalálok, úgyhogy én nem is tudom, hogy talán a Xenó volt, de az is igazából úgy véletlen volt, hogy épp azt a regényt írtam, ami idegenekkel, meg gyakorlatilag a mondjuk akár így tehát különböző kultúrák egymásra hatásával foglalkozott, ami ugye egybe csengett aztán, ami alatt írtam a migrációs válsággal ilyen 2015 környékén, és ott úgy összeért az, amit a napi közhangulatban láttam, meg amit ahogy közben a regényt írtam, és ez egy kicsit így egybemosódott. Ez mondhatni, hogy mondjuk így aktuális volt, de nem azért írtam idegen civilizációkról, mert ez így népszerű volt, hanem igazából egy kicsit így a saját frusztrációmat, dühömet is beleírtam abba a történetbe, de ugye egyébként abszolút nem motivál ez, vagy nem érdekel, hogy mi a most a népszerű téma. Na jó, de majd a Xenónál akkor még úgyis visszatérünk. Amikor elkezdesz, tehát jó, akkor jön egy iklet, ebből jön valami, ugye, hogy te is mondtad, hogy egymásra épülnek a témák, elkezded leírni a regényt. Kell-e, vagy szoktál-e közben, vagy előtte akár kutatómunkát végezni? Mindenképpen, tehát szerintem az elejétől a végéig ez így
folyamatos. Úgy, hát ugye eleinte azért így, tehát mire, mikor van egy ötlet, az még úgy semmi. Tehát az nagyon sok idő, mire abból lesz valami. Tehát, hogy lesz belőle egy, akár egy olyan történetszerűség, amit már elmerek kezdeni írni. Tehát ez így úgy kezdődik valamikor, egyébként amit most írok regényt, azt szerintem már 10 éve megvolt valami belőle, tehát az alap gondolat, csak egyszerűen nem, és el is kezdtem egy párszor, csak valahogy nem találtam meg azt, hogy lehetne megírni, ezért így ennyi ideig tartott, mire megérett az a forma, amit érdemes volt így, vagy illetve most már meg tudok írni. Úgyhogy tehát nyilván föl kell építeni egy adott gondolat kifejtéséhez egy sztorit, karaktereket, ahhoz kell építeni egy hihető világot, ami ugye tegyük fel a jövőben játszódik, és akkor ott azért sok macerás dolog van, amit úgy hozzá kell igazítani ahhoz, amiről szól a regény. Mert olyan sok felé mehet, ugye, hogyha így előre gondolunk, hogy merre tart a világ, és hát utána nyilván ez meg nagyon sok, megint a témától függ, hogy mennyi a kutató munka hozzá, mert hogyha tehát valamelyiknél kevesebb, talán azt mondom, az eldobható testeknél is volt kutató munka, de mondjuk a Xenonál több volt, amit most írok regényt, az egy kicsit ilyen kozmológiai regény, ott itt meg egy kicsit több van, még előtt az időutazás napjánál ott is volt, de ott is a kevesebb az a sokhoz képest kevesebb, de azért úgyis bőven van. Tehát, hogy ez így folyamatos, mert egy bizonyos részleteknek a kibontását azt én kitalálok valamit, és akkor annak azért úgy utána nézegetek, hogy is van ez, és abból egy csomó új dolog jön. Most itt tudom én például egy példa, ez az időutazás napjánál volt, ahol ilyen mesterségesen létrehozott ilyen mini vagy ilyen zsák univerzumokat találtam még ki, és aztán valami ismeretterjesztő könyvben meg pont ráakadtam, mondjuk ezt nem tudatosan kerestem, hogy azt hiszem a Michio Kaku volt, aki egyik könyvében így elkezdte fejtegetni, hogy de hogyan lehetne létrehozni mesterségesen ilyen univerzumokat a miénkből, és az úgy meg nagyon jó volt, mert nem találtam ki, tehát hogy nem valami nagyon elszállt dolgot találtam ki, hanem egy egész érdekes működőre, tehát hogy fizikus által is végig gondolt koncepciót, csak mondjuk segített az ő szövege abban, hogy én is pontosabban megfogalmazzam, hogy hogyan is lehetséges ez meg miként. Igen, ez amúgy nagyon fontos szerintem is. Én szoktam regényeket, készülő regényeket, vagy írásokat, inkább még ne nevezzük regénynek, bétázni. Tehát ugye, hogy valaki ír akár egy regényt, vagy egy novellát, vagy valamit, és ugye vannak ilyen bétázós csoportok, ilyen tesztolvasó csoportok, és ugye beküldik. Én általában csak a helyes írásra szoktam rámenni, de volt ilyen, hogy skifit szeretett volna írni egy srác, de már ott hát számomra megszűnt a dolog, hogy alapvető tudományos tézisekhez nem értett. Tehát ugye, hogy sajnos ezt látjuk akár könyveknél, vagy könyvadaptációknál, hogy a nem is tudom milyen könyvre, amit aztán adaptáltak filmé, írta valaki, hogy ez tipikusan olyan skifinek nevezett förmedvény volt, amit egy bölcsész hallgató írt, aki fizika órán a sarokban kuporgott sírva, mert nem értett hozzá. Tehát, hogy sajnos vannak ilyenek, hogy abszolút nincsen semmilyen tudományos tudása, ami nem lenne baj, de még mellé nem is mer, vagy nem is akar kutatni, vagy még esetleg ilyen önjelölt tudós, és akkor az alapvető dolgokat, mint például a fénynek a terjedése, azt ő úgy megpróbálja megcáfolni, és akkor az egészből lesz egy katyvasz a végén. Igen, egyébként ez több oldalról szerintem nagyon, nagyon nehéz, hogy ezt nyilván az olvasónak éreznie kell, hogy ez tudományos, nem is az, hogy hihető, mert ugye azért itt fikcióról van szó, tehát olyan dolgokat kever össze általában a legtöbb sci-fi, ami valós, és abba fűz bele további akár valamilyen elméletet, gondolatot, vagy valami trükköt, és ezt nyilván meg kell oldani úgy, hogy elhiggye
az olvasó azt, hogy, tehát, hogy az alapok azért a valós fizikán alapulnak, és abból hova vezet az egész, és akkor hát, és onnan jön még szerintem a nehezítés, hogy amikor így én volt, amikor vannak azok az írók, inkább úgy fogalmazom, akik túl okosak akarnak lenni, és túl terhelik a szöveget tudományos magyarázatokkal, és az ugye, hát ez szerintem mostanában én azt érzem, hogy ez az egyik legnehezebb része a science fiction írásnak, hogy megtalálni azt a középutat, amikor nem nyomja agyon a tudományos magyarázkodás a történetet, meg a karaktereket, de közben meg ott van, és hihető, és nem az van, hogy ezzel az író nem foglalkozott, tehát hogy egy ilyen egészséges szintet tartalmazzon a szöveg. Igen, én pont most még nem olvastam Andy Weirnek ugye a legújabb könyvét, de pont arra írták többen, hogy ez olyan, mintha valami fizikai tanulmány lenne egy regénybe ágyazva. Nem tudom, hogy te olvastad, de állítólag... Igen, olvastam. Igen, ez tényleg egy érdekes példa, de hogy így szerintem furcsa példa is, mert szerintem is egy kicsit túl terhelte ilyen szöveggel, viszont ahogy így nézem akár a moly.hu meg egy csomó helyen az értékeléseket, azért ugye az átlagolvasót, és most itt az átlagolvasónál nem is feltétlenül sci-fi olvasókat, tehát vagy hardcore sci-fi olvasókra gondolok, hanem olyanokra, akik mondjuk nem sok sci-fit olvasnak, de mondjuk Andy Weir szeretik, és hogy őket se zavarta, tehát valahol nála ez így működött, de én is azt éreztem, hogy szerintem egy kicsit sok volt ez a része. Igen, de ugye vannak olyan sci-fi írók, akik tök jól tálalják ezt a úgy szoktam hívni, hogy tudományos blablát, de ugyanúgy vannak olyan tudományos írók, akik szintén a saját írásokat, például ugye Michio Kaku is tök jól tárgyalják, és igen, tök érthető. Na, beszéljünk akkor a három könyvedről, ugye az Isten gépeivel szeretném kezdeni, de át fogok ívelni az eldobható testekre, mert ugye itt a fő téma, hát tulajdonképpen mind a kettőnél, ugye ez a transhumanizmus és a technológiai szingularitás, és ugye itt mindjárt megint arra szeretnék visszatérni, hogy habár ugye mondtad, hogy te nem a téma népszerűsége alapján választasz témát, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez a technológiai szingularitás, meg a transhumanizmus, így összekötve, azért ez egy elég népszerű, tényleg népszerű téma, és sokszor feltűnik mind sci-fi regényekben, mind filmekben. Igen, annyit azért, hogy ugye az Isten gépeit én 2008-ban jelent meg, tehát ilyen nagyjából 2007 környékén írtam, amikor még valójában nagyon magyar nyelvű irodalma nem is volt. Na, ez igaz. Ezt akartam mondani, hogy igen, tehát hogy jó, most megjelent új kiadásban, most jóval aktuálisabb volt egyébként a regény, mint akkor. Akkor igazából egy csomó olyan olvasói visszajelzést kaptam, hogy hú, milyen érdekes, sose hallott még erről a technológiai szingularitásról, meg poszthumanizmusról, tehát egy kicsit így lehet, nem is az, hogy előre szaladtam, mert egyébként angol nyelven azért volt már ennek jelent meg jó pár regény, és tehát népszerű vagy ismert téma volt, de valahogy Magyarországot így egyébként még a külföldi, vagy az angol száz sci-fibe is elkerült ez a téma, és hát népszerű, nem népszerű, én így rátaláttam egyébként így a 2000-es évek elején, és nekem akkor új volt, és így elég szépen belástam magam, mert nagyon annyi izgalmas dolgot találtam, és ez így nekem nagyon megmozgatta a fantáziámat. Úgyhogy ezért még annyit egyébként, hogy tényleg a poszthumán, transzhumán témák az nekem egy ilyen becsípődésem, tehát nem csak, tehát még előtte az Isten gépei előtt meg a Posztumán döntés című regényem az is másképp, teljesen más oldalról, de ezzel a tematikával foglalkozik, de tehát szinte minden regényemben azért, ha nem is fő témaként, de így megfordul, mert tehát így nem, én azt látom, vagy hiszek, nem tudom, hogy ebbe az irányba tartunk azért így hosszú távon, tehát nagyon nehéz ezt megkerülni.
egy távolabb jövőben játszódó science fictionben, hogy ne kezdjük el alakítani magunkat. Ugye ennek szerintem már manapság is egyre több jele van így a napi hírekben, és így kezdenek így azért dolgok beszivárogni, még ha csak most még minimálisan is. Vannak már olyan emberek, például Japánban több ilyenről tudok, hogy például beépített valamilyen, mondjuk egy fényképezőgépet, vagy valamilyen egyéb dolgot például a karjába, sőt, most már ilyen szembeültethető kamerákról is beszélnek, tehát ugye elkezdett bejönni az a fajta biotechnológia, ami összekezdi forrasztani ugye az embert a géppel, aztán, hogy ez majd mennyire lesz nekünk jó, azt majd meglátjuk. Hát igen, meg itt van az alapvető kérdés, ami ugye szerintem ilyen, amióta így az ember nagyjából gondolkodik, az mozgatja a fantáziáját, ugye a halhatatlanság, vagy ahogyan lehet tovább élni, nem csak annyi ideig, ameddig épp elég az átlag életkor vagy életszínvonal engedi, és azért ez is egy olyan hangsúlyos kérdés, ami most lehet hozzákötni a poszthumán, transzhumán témákhoz, de hogy ez egy ilyen egyetemes, nem is tudom, hogy vágya az emberiségnek, hogy akkor ne legyen vége a magának az életnek egyszer, vagy legalábbis tovább tartson, mint ameddig tart. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Az Isten gépeinek miért az lett a címe, hogy Isten gépei? Hát ugye a regény, egyrészt utólag most már így belegondolva nem biztos, hogy sokat gondolkodtam akkor a regénynek a címén, mire ez megszületett. Tehát nem jött olyan könnyen ez a címe, mint általában azóta, mert jobban szeretem, hogyha megvan a cím, mert ahhoz tudok akár a szövegben is reflektálni. Tehát nekem fontos, hogy közben meglegyen. Azt tudom, hogy már megvolt a regény, amikor még a címén én agyaltam, hogy akkor mi legyen a címe. Nagyon egyszerű, ugye arról, tehát a regény lényege, hogy ilyen mesterséges intelligenciákat terem gyakorlatilag az ember, és ezzel ugye egyfajta ilyen isteni, vagy teremtői lépcsőfokra, vagy teremtői szintre lép, és hát ezt akarja gyakorlatilag, vagy erre utal a cél is, hogy mi ezzel ugye így istenné váltunk, és nekünk a gépeink, tehát ugye ennyi erre akar utalni. Oké, na és ugye ezzel akkor át is ugrunk az eldobható testekre, és amit az előbb már említettél, hogy ugye a halhatatlanság ígérete. Tehát akkor kössük össze a kettőt, ugye az ember istent játszik, és a gépek segítségével eléri a halhatatlanságot. Nekem egyetlen kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy szerinted ez a digitális tudatnak a megjelenése, illetve maga a tudat átvitel, ez szerinted lehetséges lesz a jövőben? Hát a közeljövőben biztos, hogy nem. Valamikor egyszer lehet. Tehát most jelenleg azért, akik agykutatással foglalkoznak, nagyon azt mondják, hogy ez nagyon, nagyon távol vagyunk tőle, tehát hogy még fogalmunk sincs, hogy pontosan hogy működik az agyban lévő neuronhálózat, tehát nem is az, hogy leképezni, de hogy megérteni se lehet. Viszont tehát azt, van, aki azt mondja, hogy emiatt lehetetlen, én azt mondom nyilván csak így folyamatokat nézve, hogy azért ez egy nyilván egy biológiai, de valamennyire adathalom, tehát ha megértjük, ha fel lehet dolgozni, akkor valószínűleg előbb-utóbb le lehet valamilyen módon képezni, tehát nem látom, hogy ennek bármilyen akadálya lenne a technológiai fejlettségtől gentúl. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ne lehetne olyan szintre eljutni a technológiai fejlettségben, vagy adatfeldolgozásban, vagy bármiben, hogy,
hogy ez akadályt jelentsen, ugye, tehát hogy itt, itt látszik akár az elmúlt 20 vagy 30 évben, hogy, hogy elképesztően gyorsan váltak, elavultá olyan technológiák, vagy olyan adattárolási módok, adatméretek, amelyeket valami hatalmasnak gondoltunk, akár 10 évvel ezelőtt is, vagy akár 20 évvel ezelőtt is. Tehát akár arra gondolok, hogy a mekkora projekt volt a két, talán azt hiszem az ezredforduló volt a DNS szekvenálás, tehát a SI projekt, és töredékéből meg lehet csinálni, akkor ilyen millió dollárokat költöttek rá. Vagy hogyha megnézzük akár a adattároló kapacitást is, hogy tehát most már egy telefon sokszorosát tudja egy 10 évvel ezelőtti, vagy jó lehet, hogy nem 10, de akár még annak is egy számítógépnek. Most tényleg az adattároló méretekről meg ne is beszéljünk, hogy itt a 90-es években ilyen megabájtokról beszéltünk, most meg már a terabájtokról gyakorlatilag, vagy még többről, és ez ugye a napi felhasználói, vagy a napi számítógép használatra vonatkozik. Tehát, hogy innentől kezdve én szerintem, és nem is kell ezt a tendenciát tartani, tehát, hogy nem látom, hogy hol a felső határa. Valahol biztos van. De gondolhatjuk magunknak nagyon különlegesnek, de és azt mondjuk, hogy nem másolható, de ez csak idő és technológia kérdése. Szuper. Na, beszéljünk a Xenorról, már úgyis ugye emlegetted, és előre elmondtad szinte, amit én meg akartam kérdezni. Na, nem baj. Ugye, tehát amikor beszéltünk az aktuális témákról, akkor ugye elmondtad, hogy a Xenónak tényleg csak úgymond véletlenül lett köze az akkor aktuális migránsválsághoz. Ugye 2015-öt mondtál, hogy akkor írtad. Akkoriban írogattam, igen, 17-ben jelent meg végül, de 15-ben kezdtem, meg 16-ban, igen. És ez amúgy véletlen, hogy 2017-ben jelent meg a regény, ami amúgy 2117-ben játszott? Hát ezt odaigazítottam, ezt mondjuk úgy, hogy akkor egy 100 évet rátettem, tehát ez itt már így szándékos volt, igen, a dátum, hogy ez legyen egy kerekszám. Jó, gyanús volt. Na, ugye itt valóban a migráns válságra reagál ez az, hát nem reagál, mint utóbb kiderült. Én esküszöm, amikor a férjem is olvasta, tehát amikor ez így megvolt ez a regény, teljesen meg voltunk győződve arról, hogy fú, hát ez a migráns válságra reagál, és tök jó, ugye, hogy egy ilyen kortárs téma, mint ahogy mondjuk biztos most is születik egy csomó olyan regény, ahol valamilyen vírus pusztít, tehát hogy mindig ugye az adott történelmi esemény adja a regényeknek a témáját, és tényleg abszolút, és szerintem mások is, akik olvasták, meg voltak erről győződve, hogy ez egy ilyen szándékos reagálás, és akkor most kiderül, hogy mégsem. Nem, mert tényleg ez is már jó ideje, akkor foglalkoztatok ez a téma, csak tényleg így beleszűrődött az, amit így az interneten így emberi reakciókkal szembesültem, és ezt így nem tudtam kihagyni, mert engem is frusztrált bizonyos része ennek az egésznek, ahogy mondjuk ember-emberre reagál, tehát meg ugye most nem, anélkül, hogy bármilyen részedbe vagy politikába belemennénk itt tehát egyik oldal, másik oldal, tehát hogy ki milyen módon közelít ahhoz, hogy ott van egy másik értelmes vagy érző ember is, és mondjuk így az empatikus megközelítést hiányoltam sok helyen, és ez így beszivárgott nekem az egész történetben, de ugye, tehát mielőtt már sokat beszéltünk erről, de hogy nem erről szól a regény, azt azért én hozzáteszem, tehát ugye ez egy idegen lényekkel teli felfedezős, meg aztán egy kicsit távolabbra tekintős science fiction, ami azért masszívan szól az emberi fajról, de hogy
gyakorlatilag. Ez is egyetemes téma, hogy mi reagálunk, meg szeretünk gyűlölni akár egymást, akár más tépeket, akár más fajokat, úgyhogy csak ez jelent meg igazából benned. Ugyanúgy működött volna, ha nincs a migráns válság, lehet, hogy adott neki egy plusz érzelmi töltetet részéről is, meg olvasva is. Na, azért itt még beszéljünk a Xenóval kapcsolatban magáról az alaphelyzetről, hogy ugye megszállták a földet az idegenek, ami ugye megint egy nagyon klasszikus történet, tehát klasszikus alaphelyzet. Akkor ugye már mondtad, hogy nyilván itt téged nem érdekel az, hogy most éppen mi a néző vagy olvasó közösségnek a kedvence, és teljesen a saját Woodfordből választottad ezt az alaphelyzetet, mert ugye, hogyha megnézzük a mostani skifiket, nyilván még mindig megjelenik filmekben is, regényekben is ez az alaphelyzet, hogy megszállják a földet idegenek, de azért már vannak olyan skifik, és ilyen értelemben amúgy szerintem a Xenót is nyugodtan lehet ide sorolni, ahol azért ez a megszállás nem kifejezetten a klasszikus módon van tárgyalva, tehát mondjuk ez a világok harca, jönnek, és akkor nyírjuk. Jönnek, vagy akkor kell nekik, nem tudom, víz, vagy a levegőt akarják elszívni, annyi, igen, tehát ez a, nem mintha nem lenne x másik bolygó, vagy annyi hely van az univerzumban. Persze nálam is ez megszállást én talán nem is a legjobb szó, mert ugye az alapsztori, hogy jön valamilyen nagyon megfoghatatlan fejlettségű civilizáció, akiket konkrétan nem is látunk, és így csak egyszerűen így átveszik a irányítást, tehát hogy nincs ilyen nagy csata meg invázió, mert hogy nincsen tétje, mert tehát hogy nem lehet ellenük védekezni, és ide tolnak ránk három másik idegen civilizációt, ez az egyik faj, az nagyon sokan vannak, és nagyon sok helyen így ott lesznek, és így gyakorlatilag együttélésre kényszerítik ezt a három, illetve négy fajt, igen, tehát az emberekkel együtt négy fajt, és engem ez érdekelt az, hogyha, mert nyilván magunktól ez így nem működne, de hogyha ezt így rákényszerítenek különböző kultúrákat, civilizációkat, hogy együtt éljenek és elviseljék egymást, és engem ez a hatásmechanizmus érdekelt, hogy hogyan nem értjük meg egymást, hogyan értjük félre egymást, és hogyan lehet mégis esetleg megpróbálni közös célokat kitűzni. Tehát nagyjából erről is szól a regény, ahogy a főszereplője és a Olga nevű xenológus, aki idegen kultúrákat kutat, tehát hogy ezekkel az idegen civilizációkkal foglalkozik, és hát még őnek is nehézséget okoz, hogy amikor így tárgyalni vagy kommunikálni kell ezekkel az idegen lényekkel, főleg azért, mert hát igyekeztem azért viszonylag eredeti, vagy nem, ez most így furcsa és nehezen befogadható, de azért valamennyire mégis éppen befogadható civilizációkat kitalálni. Tehát, hogy így, és a megértés különböző fokait próbáltam így ábrázolni egy civilizáción keresztül. Hát szerintem abszolút sikerült. Na, beszéljünk a második nagy témánkról, ahol ugye kicsit ilyen személyesebb kérdéseket fogok neked feltenni hamar gyorsan. Első kérdés. Mondjál nekem, légy szíves, egy kedvenc művedet, szerződet. Ez nagyon nehéz választani. Igen, főleg azért, mert rengeteg van, tehát hogy nem tudnék csak egyet kiemelni, és akkor még itt felmerül az a kérdés is, hogy science fiction vagy ne science fiction, de most maradok a science fictionnél. Mert... A science fiction a te zsánered olvasásban is? Javarészt igen, tehát nem csak azt olvasok, mert ugye tehát gyakorlatilag szerintem mindent, ami jön most, akár úgy is nézve, hogy könyv, képregénytől kezdve, tehát azért a legtöbb könyv, amit olvasok, az sci-fi, de nyilván itt belefér szépirodalom, fantasy. Jó, krimit nem olvasok, bevallom, mert az viszont nem az én zsánerem, de igazából így nagyjából minden
De a sci-fi az a döntő többség, tehát az tény. Hát nem tudom, ha a kedvenceket kell mondani, most ilyen pár, ami ilyen tényleg így úgy is fogalmaznék, hogy hatással volt rám, akár amiatt is, mert ezek azok a könyvek, amik miatt hátos kis túlzásra mondjuk, hogy író lettem én is, tehát az egyik a Dűne, Frank Herbertől, akkor Dan Simmonstól a Hyperion ciklus, de inkább az első kötet, Orson Scott Carttól a Végjáték, és hát van még két, de lehet, hogy több is, de kedvenc íróm, akik ilyen angolok és kortársak, tehát hogy élnek és alkotnak, és ilyen gigantikus űroperákat írnak, amiket én nagyon szeretek. Lásd Hyperion és Dűne, a Alistair Reynolds és a Peter F. Hamilton, akik nekem nagy kedvenceim, még őket angolul kezdtem el olvasni, aztán valamennyire most már így magyarul is kezdenek megjelenni, mert most már van nekik kiadójuk, úgyhogy lassan így szivárognak be magyar nyelvre, és őket így nagyon szeretem, mert valahogy nagyon eltalálják azt, ahogy én, amit én szeretek a sci-fiben, meg íróként is, amit én szeretek a sci-fi. Tehát mind a kettőre nagyon jól rezonálnak, de egyébként tényleg így órákig tudnám sorolni, hogy mik még, amiket szeretek. Oké, szuper. Találkoztál-e már ezzel a véleménnyel sci-fi rajongóktól, hogy hát én aztán magyar kortárs sci-fit ugyan nem olvasok, mert az nem jó? Te, hogy ne. Szerencsére már egyre kevesebbet, és van is, kapok olyan véleményeket is, hogy hát sose gondoltam volna, hogy magyar író is tud jó sci-fit írni, egyébként ezt fantasy-nél is van. Hát ez szerintem valahol, próbálom így finoman megfogalmazni, de van egy ilyen magyar mentalitás bennünk, hogy ami itthoni, az legyen akár teljesen mindegy zene, vagy bármilyen művészeti ág, hogy az csak gagyi lehet, ami itthonról származik, és csak a angol száz vagy országon kívüli az, ami jó. Azért ennek, ez szerintem régen hangsúlyosabb volt, ugye nekem is az álnevem még ebből a korból származik, amikor ugye ez a rendszerváltás után mindent el lehetett adni, ami angol szász volt, így a magyar írók is elrejtőztek álnevek alá, mert konkrétan magyar néven nem lehetett semmilyen könyvet eladni, nem csak most jó, a szép irodalom más, ott ennek van kultúrája. Itt valahogy a mainstream zsánernél ez így valahogy nem annyira működik, és aztán most már így szerencsére most már lehet azért magyar névvel is érvényesülni, én meg már nem tudok váltani, de mert most már kicsit késő egyik könyv után, de majd még ezen gondolkodom. Szóval vannak ilyen olvasók abszolút, de néha az is probléma, hogyha magyar helyszín van a regényben, néha meg az a probléma, hogyha nincs magyar helyszín, vagy magyar szereplő, vagy nincs magyar szereplő, tehát hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, mert valaki az, akkor miért nem magyar környezetről írsz, magyar szereplő, mikor ezt szerintem, én nekem is változik, mert van, amikor ugye az Isten gépeiben ott van magyar gyökere a főszereplőnek, az eldobható testekben szerintem nincsen, mert ott már nincsenek is országok, meg ez nem lényeges ilyen szempontból, szóval ez is azért a sci-fi szerintem ennél egy kicsit univerzálisabb, mint hogy leragadjunk akár így országoknál, vagy egyes kultúráknál, de előfordul. De mondom, én annak örülök, amikor valaki utána akár nekem ír, vagy pedig ilyen vélemény beleírja, hogy fú, hát de jó, nem is gondoltam, hogy van Magyarországon is sci-fi író, akinek így tetszik meg, hogyha azt írják, hogy világszínvonal van, persze örülök, de szóval igen, van, most már azért szerintem ez így csökkenőben van.
Igen, szerintem is azért gyorsan elmondom, hogy eredetileg én is ezt a tábort erősítettem, hogy ez a kortárs magyar sci-fi fantasyt nem, de aztán beleszaladtam nagyon jó regényekbe, többek között a tieidbe is, és akkor azóta, hála Isten, megváltoztam. Na, beszéljünk nagyon gyorsan, utolsó kérdés, lehet-e röviden valamit tudni következő regényedről? Igen, hát az lesz a... Mondjuk így a munkacíme, mert még ez nincs leegyeztetve, tehát lehet bármi más is a cím, hogy Felfalt Kozmosz, és egy, hát ez inkább ilyen kozmológiai jellegű regény, tehát a univerzummal, akár párhuzamos univerzumokkal, vagy más, tehát a, mondjuk más univerzumoknak a fizikai sajátosságaival, vagy illetve egy tőlünk eltérő fizikai sajátosságokkal rendelkező univerzum lesz a központi témája. Ez viszonylag, hát mondjuk úgy, hogy tudományosabb, azért ez úgy tudományos, hogy nem kell hozzá semmi érteni, mert benne lesz minden a regényben, ami szerintem így szükséges, de van benne elég sok speciális relativitás elmélet, ilyen fénysebességhez nagyon közeli űrutazás is, meg nagyon fura dolgok, tehát hogy egy ilyen, de talán az tényleg az a legjobb szó, hogy ilyen kozmológiai science fiction, most nem akarom hasonlítani, de eszembe jut a Csíkszindiónak a Három test probléma című trilógia, nem tudom, hogy ismered-e. Hogyne. Egy kicsit az is segített abban, hogy ezt a regényt így merjem megírni, vagy mondjuk akár neki merjek kezdeni, mert nem voltam benne biztos, hogy ez a, egy ilyen fajta történet ez tud működni, és mondom, nem ahhoz akarom hasonlítani, mert teljesen más, csak hogy vannak benne azért így néha ilyen komolyabb fejtegetések, ami egy kicsit így, hát nem is kicsit, hanem néha nagyon is megdolgoztatja a befogadó képességet, de úgy voltam vele, hogy végül is, hát, hogyha a háromtest probléma ennyire sikeres tudott lenni, úgyhogy én azt gondoltam, amikor olvastam, hogy fú, hát ez egy nagyon réteg regény, akkor miért ne? Tehát, hogy akkor egy kicsit így ezen felbátorodtam, hogy akkor lehetek azért így merészebb, és ezt nem tologathatom tovább ezt a történetet, hanem neki helye van, de, és egyébként három testvérről szól, akik közül az egyik egy férfi és két nő van köztük, egyik a Emily ilyen kutató, vagy mondjuk ilyen fizikus szerűség, de nem egészen fizikus. Köszönjük szépen, ez volt a Subzsáner, a Skifi könyvet podcastja, annak is az első adása, ahol Brandon Hackettel beszélgettünk. Köszönöm, hogy velem tartottál. Köszi szépen én is a meghívást. Legközelebb április 4-én jelentkezem, a következő adás témája Emily St. John Mandel 11-es állomás című regénye, melyet nemrég sorozatként adaptált az HBO Max, és az adásban a regényt állítjuk szembe a sorozattal. Boton, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok! Hello! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.